Picit jobban meghúztam, oldószer minden oké. Okay. Nézd már az MS csúra, valami nem oké. Okay. Ja, még nem injektált be. A tüdőrák gyakorlatilag az egyik vezető daganatos halálos megbetegedés Magyarországon. Bizonyos betegek jól reagálnak egy adott kezelésre, míg más betegek nem reagálnak. És azt szeretnénk megérteni, hogy milyen molekuláris különbségek állnak ennek a hátterében. Azért fontos tudni, hogy milyen férjék vannak a mintában, hiszen ezeknek a mennyiségi megváltozása, ez előrejelzheti különböző betegségeknek a kialakulását. Erre egy nagyon jó példa a prostataráknak a szűrése. Ott egy úgynevezett prostataspecifikus antigént használnak biomarkerként, és meg van határozva egy vérbeli koncentráció ennek a fehérjének, hogyha e fölött található a PSA szintje a vérben, akkor ezt egy prostatarákos páciensként kezelik, ha pedig ez alatt, akkor pedig vagy azt mondják, hogy nem prostatarákos, vagy azt, hogy gyanús, és meg kell figyelni a későbbiekben. Az előkészítés egy igen hosszadalmas folyamat, onnantól kezdve, hogy beérkeznek a minták, attól függően, hogy hány mintánk van természetesen, de ez nagyjából egy ilyen 4-5 napos munkafolyamatot igényel, amire odáig eljutunk, hogy tényleg vizsgálható minták lesznek. Proteomika az az emberi szervezet, vagy bármilyen szervezetnek a fehérje készletével foglalkozó tudományág, és ezt tömegspektrometriával úgy lehet a leghatékonyabban vizsgálni, hogyha a mintában található fehérjeinket gyakorlatilag kisebb egységekké hasítjuk, ezeket nevezzük peptideknek. Ezeket a peptideket fogjuk tömegspektrométerben szétbombázni. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy puzzle-t, vagy egy kirakót. Szoftverek fogják összetenni nekünk, hogy mi volt a különböző aminosavak sorrendje ezekben a peptidekben, és a peptideket pedig fehérjékhez fogják rendelni. A tömegspektrometriás mérés végén kapott adataink egy száraz számsor lényegében, egy több gigabájtos száraz számsorról beszélünk. Ahhoz, hogy ezt utána le tudjuk fordítani a fehérjék nyelvére, és meg tudjuk mondani, hogy milyen és mennyi fehérje volt benne, különböző bioinformatikai módszerek alkalmazása szükséges. Érdekes, még ha megnézitek az átlagos szulfatáció mértékét, hogy mindenhol ugye a környezőben több, kivéve a kissejtesnél. És ugye a kissejtes az, ami egy neuroendokrin típusú tumor, A többi az viszont meg nem, szóval hogy ez lehet akár valami fontos info is. Na, nagyon baró, ügyes vagy. Igen, na ez nincs, jó dolgoztál. Ja. Ebből is lesz egy publikáció, reméljük. Hát ott az énél megnézed. Egyrészt az látszik, hogy a rákos és a egészséges szövet között egyértelmű különbség van, és ez univerzális, itt négyféle rák altípust vizsgáltunk. A kissejtes tüdőrák, a másik három pedig a nem kissejtes tüdőrák, és alapvetően a kettő csoport között nagyon nagy a különbség. Ugye itt a terület arányos, és látszik, hogy a zöld, ami egyébként a kissejtes tüdőrák, az egy hatalmas nagy terület, és az is látszik, hogy a kissejtes tüdőrákban nagyon sok olyan fehérje van, itt éppen látszik ez a nagy 201-es kör, amelyik egyik másik rákos elváltozás esetén sem változik meg. Amikor egy fehérjének a mennyisége megváltozik, az nem csupán azt jelenti, hogy valami ez a fehérje maga változott meg, hanem azt jelenti, hogy a háttérben valamilyen biológiai folyamat változott meg, és hogyha mi pontosan tudjuk, hogy milyen biológiai folyamatok azok, amelyek nagyon fontosak ennek a
rák altípusnak a fejlődése során, akkor ezeket esetleg meg tudjuk célozni valamilyen gyógyszermolekulával, és célzottan ezt a ráktípust ki tudjuk írtani esetleg a szervezetből. Tehát a negatív értékeire nem egy hiányzó értéket tennék be szívem szerint, hanem egy annál informatívabb valamit. Tehát és mi az informatívabb neked annál, neked hogy ennál hiányzik? Nem, mert az ENA... Igaz, hogy néha csak apró pici különbségek vannak az egyes projektek között, viszont utána az adatértékelésnél valahogy mindig van egy kis galiba, egy kis gigszer, valami, és mindig egy kicsit máshogy kell csinálni, mint ahogy korábban kellett csinálni, és számomra ez a probléma megoldás az, amelyik a legszimpatikusabb. Tehát ez egyel több információ. Ja, és akkor te azt mondanád, hogy nem imputálnék. Valami mennyiség alatti. Kezelnéd. És hogyha a kalibrációt filmbe veszik, akkor lehet a kalibrációhoz valahogy ezt kapcsolni. Ha lehet. Sokan úgy gondolják, hogy a kutatók azok magányos emberek. A valóságban szinte mindenhol kutatócsoportban dolgozunk. Én egyébként nagyon szerencsés vagyok, mert egy baromi jó csapatba kerültem bele itt az évek során. Innen indultunk! Ez egész mérés. Kezdtük volna ezzel. Bajtársakká váltok, mert a nehézségeket is meg kell oldani együtt csapatként, és örültök annak is, hogyha együtt értek el valami sikert. Talán még ez is egy érdekes pont lehet, hogy itt a munka soha nem áll meg. Van, hogy sokáig bent kell maradni, van, hogy korán kell jönni, van, hogy hétvégén be kell jönni, mert úgy kaptál mérésidőt. Gondolkodni kell, ötletelni kell, és ki kell találnod valami jót. És ez nem mindig megy úgy, hogy te 8-tól 4-ig megcsinálod, hanem van, hogy egész délelőtt nem tudsz semmit csinálni, aztán déltől éjfélig pedig produktív vagy, és tök jó minden. Tehát nem csak a képek nem állnak meg. Nem. Az alkotó sem pihen. Így van.